A felvételi eljárásban a tanszék következő szakjaira lehet jelentkezni. Közösségszervezés alapképzés, andragógia mesterképzés, kulturális mediáció mesterképzés, könyvtáros tanár-osztatlan tanárképzés. A művelődéstudományi tanszék képzéseit az jellemzi, hogy az elméleti oktatás mellett nagyon sok gyakorlati tantárgyunk is van. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy akár a közművelődési szférába készül egy jelentkezőnk, akár a humánfejlesztési szakirányra vagy könyvtáros képzésünkre jön valaki, minden esetben ellássuk őket azokkal az ismeretekkel, amelyek szükséges ezekhez a szakmákhoz, és nagyon sok olyan képzésünk van, nagyon sok olyan tantárgyunk van, amely szakmai gyakorlat címén ezeknek a szakmáknak a gyakorlati oldalát, a praktikus oldalát is bemutatják. Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy egy hallgatóbarát, nagyon jó hangulatú tanszék vagyunk. Számos olyan programunk van, amelyen a hallgatók kipróbálhatják a talpra esettségüket, szervezőkészségüket, hiszen hallgatói konferenciától kezdve szakmai kiránduláson át rengeteg olyan lelkesítő programunk van, amelybe elsőskoruktól kezdődően bekapcsolódhatnak. A művelődéstudományi tanszék képzései gyakorlatorientáltak és családias hangulatúak. A közösségszervezés alapszakunk 3 szakirányjal rendelkezik. A kulturális közösségszervező szakirány a közművelődési és kulturális szféra szakembereit képezi. A humánfejlesztő szakirányosok a vállalati szférában, az ifjúsági közösségszervezők pedig a gyermek és ifjúsági szakma szakembereiként tudnak elhelyezkedni. A kulturális mediáció mesterképzés szak a kulturális intézmények vezetőinek képzését biztosítja, az andragógia mesterképzés szak pedig a felnőtt képzési szakemberek, képzések szervezői számára ad egyetemi diplomát. Nagyon sok szeretettel várjuk azokat a jelentkezőket, akik úgy gondolják, hogy aktív, érdekes, hangulatos egyetemi képzésre vágynak, akik rendkívül aktívak abban, hogy szervezési készségeiket kipróbálhassák, és úgy gondolják, hogy a humánfejlesztő, kulturális szféra, vagy pedig a könyvtár tanáros képzésben fogják megtalálni a számításaikat. A közösségszervezés alapképzés, az andragógia mesterképzés és a kulturális mediáció mesterképzés elméleti stúdiumai a levelező munkarend esetében online módon valósulnak meg, így tanulmányai egy részét otthon a kényelmében végezheti el. A tanszék osztatlan tanárszakjainak felvételi követelménye a szakpárra vonatkozó alkalmassági vizsga teljesítése. A közösségszervezés alapképzésre és a könyvtáros tanár osztatlan tanárképzésre történő jelentkezéshez nem szükséges emelt szintű érettségi, azonban többletpont szerezhető érte. Jelentkezési határidő 2023. február 15-e.